Elfagyott idén a barack termés, ami maradt, az pedig az aszály tette tönkre. A szakemberek szerint így majdhogy nem a 90%-a oda lett. Emiatt várhatóan borzasztóan drága lesz idén a sárga barack és a nektarin is. Egyelőre még alig lehet magyar barackot kapni, ahol viszont árulnak, akár 3000 forintot is elkérnek egy kilóért. Alig lesz barack karcagi és környékbeli kertekben. Az ok a virágzáskor bekövetkezett fagy. Ézsiás Antal kiskertjében mutatja fáit, ahol mutatóban van a gyümölcsből. Idén nem lesz barack, mutatóban van a fán, mögöttem lévő fán, az, ami máskor is termett, amikor nem volt ennyire veszélyes a tavasz. Tudnilik, ez a tavasz úgy indult, hogy a Sándor József vendégek hoztak egy erősebb lehűlést, ami azt jelentette, hogy a kezdő virágzó mandula, őszi barack, sárga barackok, ezek ugye próbáltak virágot bontani, de akkor már szeles hűvös idő volt, nem jártak a beporzó rovarok, tehát nem volt mély járás sem. Akkor ezt még úgy gondoltuk, hogy talán sikerül megúszni, de a következő héten történt az, amikor volt ez a havas eső és hóesés, amikor mínusz 5 fokkal köszöntött be a hajnal, és az a hét az végig fagyos hajnal volt. Tehát gyakorlatilag a fa alatt lévő hordók, amelyeket én optimistán próbáltam kitenni, hogy valami némi enyhülés adjon a fagy ellen, ez befagyott vastag, újnyi vastag ég volt rajta, szinte majdnem minden nap, és ez teljesen elvitte a gyümölcsöt. Gyakorlatilag az én kertem, amelyik ugyanúgy megszenvedtem, mint sokan másoké. Lényegében ez a szórvány, kisüzemi zárkerti termesztés az nem alkalmas arra, hogy védekezzünk a fagy ellen, mert ez lehet sugárzó fagy, radiációs fagy, ugye áramló fagy, de ez amikor napokon keresztül mínusz van is minden éjszaka, minden hajnalban, de dér, meg fagyok vannak, ezt nem lehet kivéteni. Nagy üzemi viszonyok között van talán annyi esély, hogy összefüggő területen, tudom én, füstöléssel, ködgyertyával egyébként lehet védekezni, de az is egy bizonytalan tényező. Nem jobb a helyzet a nektarin termőterületeken sem. Mint mondják, minden évben kamionokkal szállítják a barackot, most örülnek, ha egy jót ehet a család a barackosban. Két területen vannak a fák, összesen csaknem 1000 barackfánk van, őszi barack és nektarin, és egy csekélyke sárga barack. A sárga barack az egy szem sincs a fán, az őszi barack is nagyon gyér. A nektarinból még van remény, talán tudunk enni egy adagot ezekből a nektarin fáknak a terméséből. Az, hogy beérik-e, ezt azonban nem tudom garantálni, mert még mindig nagyon hűvös van éjszaka, a nappali középhőmérséklet sem éri el még az ekkor szokásosat, és hát még jégeső is lehet, szerdán is jégeső volt. Hát reménykedünk, hogy tudunk legalább egy ennivaló adagot leszedni a fákról. Magyarországon a gyümölcsfajok közül is a kajszit érte a legnagyobb fagykár. Míg a március utolsó hetében jött tavaszi fagy után a különböző tájkörzetekben jelzett adatok alapján még csak 50-60%-os terméskieséssel számoltak, addig a következő heti fagyok után már csak 10-15% termésre látnak esélyt a gazdák. Április első hetére ígérték a fagyot, és akkor még nem volt teljes virágzásban a kert, így aztán gőzerővel elkezdtünk védekezni. Fagyvédelmi gyertyákat szereztünk be, és ahol lehetett, ott próbáltunk öntözéssel is. A hőmérő egymás utáni napokban mutatott hajnalban mínusz 5, mínusz 6 fokot, de az első hetet úgy gondoltuk, hogy nagy nehezen sikerült átvészelni, és gondoltuk, hogy már vége, ennyi fagy elég volt. Aztán jött április második hete, és ismét a hőmérőhigányszála erősen mínuszba csúszott. Hát akkor már nagyon keserves volt a munka, akkor is próbálkoztunk mindenféle fagyvédelmi technikával, és még ez sem volt elég, mert akkor már szinte teljes virágzásban volt a kert. A április vége felé is volt fagy. És akkor azt mondtuk, hogy ez már reménytelen. Tehát ilyen hosszasan, ilyen elhúzódóan és ilyen sok napon keresztül a mi emlékeink szerint soha nem volt fagy. Nagyon nehéz így jóslásokba bocsátkozni. Én most azt mondom, hogy nagyon-nagyon drága lesz a gyümölcs. Nem csak a mi gyümölcsösünk fagyott el, hanem a körülöttünk lévő összes kertben megfagyott a termés vagy a virág.
elképzelni nem tudjuk, hogy mi lesz a folytatás. Most jó idő kellene, hogy legyen, és nagyon-nagyon sok csapadék, ebből a kertből legalább 50 mm csapadék hiányzik. A legjelentősebb kártétel a Duna-Tisza közén tapasztalható, de szinte az ország minden területéről jeleznek 90-100%-os terméskiesést. Kicsivel kedvezőbb helyzet talán a Somogyi és Boldogkőváraljai körzetben tapasztalható, de a fagyzugos völgyekben ott is közel 100%-os a fagykár. Van némi eltérés a fajták között is, a koraiak teljesen elfagytak. Bár még korai lenne a várható termésről nyilatkozni, de az várhatóan 10 000 tonna alatt lesz az idén.